önkormányzata Ajkavárosért kitüntetést alakított, azzal a céllal, hogy méltó elismerésben részesítse a város érdekében kiemelkedően munkálkodó személyeket és közösségeket. Dr. Körönya Pál belgyógyász, osztályvezető főorvos, az egészségügy területén végzett eredményes, kivételesen magas színvonalú, példaértékű szakmai és tudományos tevékenysége elismeréseként kapja az önkormányzat kitüntetését. Dr. Körönya Pál belgyógyász, gasztroenterológiai szakorvos, egészségügyi menedzser, osztályvezető főorvos. 1908-ban visszavonulni készül. 1906-tól főorvos. 1989-1991 között tudományos és oktatási igazgató helyettes. 1991-től 2000-ig a kórház főigazgatója, de mellette a 2. számú kórházi osztály vezetését is ellátta. 44 év után a belgyógyász osztályvezető főorvosaként vonul nyugdíjba. A kórház az egyik legnehezebb osztályán évi mintegy 2000 beteget gyógyítanak. Beosztott orvosai sokat tanultak tőle, mint ahogy ő is, magyar gyakorlati tudását. Tagja a Magyar Belgyógyász, a Gasztroenterológia, a Magyar Egészségügyi Társaságnak, a Magyar Tudományos Akadémia Veszprémi Területi Bizottságának, a Magyar Egészségügyi Társaságnak, az International Gastrosurgical Clubnak. A Magyar Belgyógyász Társaság dunántúli szekciója vádorgyűlésein számtalan előadása volt. A Magyar Gasztroenterológiai Társaság nagygyűlésein szinte minden alkalommal tartott előadást. Pályamunkái közül 1989-ben a Magyar Tudományos Akadémia Veszprémi második díját, 1990-ben harmadik díját nyerte el. Publikációi a szaklapokban folyamatosan jelennek meg. Dr. Körönya Pál olyan kiváló orvos, aki szakmai tevékenységével öregítette a Magyar Imre Kórház hírnevét. Felkérem, Dr. Körönya Pál szíveskedjen átvenni a kitüntetést Schwarz Béla polgármester úrtól. Részesül a kitüntetésben. Varga Károly 1951-ben született Magyar Szecsődön. A közlekedési és távközlési műszaki főiskola közlekedési építési karán üzemmérnöki, az Ipül Miklós építőipari műszaki főiskolán városgazdasági üzemmérnöki oklevelet szerzett. 1975-től 1978-ig a MÁV Celldömölki építési főnökségén dolgozott kitűző mérnökként. Érdeklődése a település üzemeltetés fejlesztés irányába fordult. 1978-ban került az Ajkai Járási Hivatal pénzügyi és tervosztályára, ahol rövid időn belül csoportvezetői kinevezést kapott. Onnan 1983-ban áthelyezéssel került az Ajkai Városi Tanács apparátusába, a Városgazdálkodási és Fejlesztési Osztálya helyettes vezetői 1984-től osztályvezetői beosztásba. Ekkor került közvetlen kapcsolatba a hatósági feladatokon túl a város akkori arculatát erőteljesen befolyásoló Városgazdálkodási Vállalat tevékenységével. 1987. június 1-től az Ajkai Városgazdálkodási Vállalat igazgatója lett. A munkakör igazi szakmai kihívásnak tekintette, és eredmények bizonyítják, hogy meg is felelt az elvárásoknak.
Vállalati fejlesztési programot dolgozott ki, amely a tevékenységi körök belső szervezési, korszerűségiség elképzelésein túl egy komplett telephely rekonstrukciót és vagyonhasznosítási elképzeléseket tartalmazott. 1991-től a megváltozott működési feltételek a vállalat átalakulását tették szükségessé. Varga Károly az átalakulás új és nagy horderejű feladatainak tervezője és végrehajtójaként szakmai tudását, tapasztalatait és magas szintű irányítói készségét kiválóan hasznosította. 1993-tól a vállalat szétválását követően az Alvar Kft. Ügyvezetőjeként folytatta tevékenységét. 2010. október 1-től nyugdíjba vonult, de az Ajkai Minőségtanács tagjaként, felügyelőbizottsági tagként jelenleg is sokat tesz a városért. Nevéhez fűződik a hulladék lerakótelep rekonstrukciója és bővítése, a szelektív hulladékgyűjtés bevezetése, Ajka térségében a kötelező kommunális közszolgáltatás feltételeinek megteremtése, parkok építése. Munkáját pályafutása alatt számtalan elismeréssel illették. Ez alkalommal érdemeink a képviselőtestület Ajka városért iszok levéllel ismeri el. Megkérem Varga Károlyt, szíveskedjék átvenni a kitüntetést Schwarz Béla polgármester úrtól. Yeah.
A sportért díszoklevél kitüntetéssel az önkormányzat azokat a személyeket és közösségeket kívánja elismerésben részesíteni, akik a város érdekében kifejtett kiemelkedő sportmunkájukért vagy nemzetközi sport teljesítményükért példaként állíthatók a város közössége elé. A sportért díszoklevél kitüntetést Pór Tamás testnevelő tanár, kézilabda vezetőedző részére a kézilabda sportákban elért magasló vezetőedzői eredményei elismeréseként ítélte oda a képviselőtestület. Pór Tamás pályakezdőként Ajkára tért vissza egyetemi tanulmányai végeztével. A Vörösmarty Mihály Általános Iskola és Gimnázium testnevelés földrajz szakos tanáraként kapcsolódott be az ott folyó nevelő-oktató munkába. Hamar beilleszkedett a tantestületbe, értékes tagja lett az intézmény testnevelő közösségének. Nem csak a tanórákon végezte fiatalos lendülettel munkáját, nagyon sokat tett a tömegsport népszerűsítéséért, az atlétikai számok és a labdajátékok versenyeire készítette fel diákjait. A diákolimpiákra számos tanítványát készítette fel eredményesen. Edzőként hamar tisztázódott, hogy a kézilabda a leginkább a sajátja, és ebben már az iskolai kereteken túl az idősebb korosztályban is eredményes tud lenni. Éllovas kézilabda csapata másodszor nyerte meg az NB2-es bajnokságot. Bejutottak az NB1-be, és vállalják is a szereplést. Tamás nagyon erős szállat fűzik Ajkához. Eddigi pályafutását egyetemi évein kívül Ajkán töltötte. Pedagógusként és sportvezetőként, edzőként nagyon sokat tett Ajkáért, az ajkai sportért, a sportolók és a sportszerető városlakók elismerésére. Felkérem Pór Tamást az elismerés átvételére, és megkérem polgármesterünket, adja át a kitüntetést. Hogy változnak,
tiszapatak mellé, egy kezed hűvös fölébe. Benütse, lágyan surranó, tiszta életed. Arcod figyelt minden tudó igaz tükrében, s ha ereidben nem for indulat, ha látod arcod múltat őrző, biztos rá, s szeretettel nézed a titkos hegyek rajzát, akkor megérkeztél önmagadhoz. Otthon vagy, s elindulhatsz újra. Mert ha van honnét, van hova. Társad térképtelen tarisznyád, mely őrzi kincseit. Írás, térkép nem mutatja új, hol a mutatja, hol lassít sokkó, hol leszel zsákutca fogja. Körforgalmak, keresztutak husza dzsungelében, és a harangok csendfigyelő, ha várni, talán. Ajkováros önkormányzata az alapította, azzal a céllal, hogy méltó elismerésekben részesítse azokat az ajkai rendőrkapitányság hivatásos állományába tartozó személyeket, akik a város biztonsága érdekében példamutató szolgálatára Rozmán a közszervezet, majd a külügyi szakmai tapasztalat a fiatalabb, tapasztalatlanabb kollégák szakmai nevelésében nagy segítséget nyújt. Aktivitással a rábízott feladatokat minden esetben maradéktalanul teljesíti. Hely személyismerete készsége kiemelő fajtásai közül. Munkájára a nagyfokú precizitás és az igényesség a jellemző. A külügyi technikusi munkakör betöltéséhez rendelkezik a megfelelő szakmai és morális háttérrel. Ebben rögzített olyan nyomokat bűncselekmény helyszínein, amelyekkel jelentős mélyen egy-egy betöltéséhez valami olyan meglátásokat jelzett a bizottság vezetőknek, amelyek segítségével a nyomkutatás eredményesen végrehajtható volt. Az egyik jellegű külön feladatokban, így például fokozott szolgálatot, bűnügyi feladatok ellátásában nagyon gyakran önként vállalt részt. Bűnügyi érzékenysége szintén kiváló, az önálló gyors döntést igénylő esetekben meghatározza a teendőket. A részére kiadott utasításokat maradéktalanul betartja, munkáját a folyamatos fejlődés jellemzi, a munkáját érintő, az osztályvezető által kitűzött rövid és középtávú célokkal maradéktalanul azonosul. Rozmán Gergely zászlós mind megjelenésével, fegyelmével, mind szakmai tudásával megfelel azoknak a normáknak, amelyeket elvárnak tőle kollégái és előjárói. Felkérem Rozmán Gergely, szíves legyék átvenni a kitüntetést Schwarz Béla polgármester úrtól. Német Moyni, egy örök szentlásra külön a dallal, úgy csúszol a mai.
Jeruzsálem, kedves vendégeink, kérem, hallgassuk meg közösen a szózatot. Tisztelt kitüntetettek, kedves barátaink!